Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ák Daniel politológus, a Figyelő főmunkatársa, akit múlt héten köszöntöttünk, hogy angliai Brexit útjáról visszatért, elemezte a helyzetet, de ránk köszöntött egy szomorú vasárnap idézet a miniszterelnöktől. Brüsszelben azt mondta, hogy szomorú vasárnap, akkor halljuk a részleteket, miről van itt szó. Igen, és múlt héten, amikor beszélgettünk arról, hogy a Brexit éppen hogy áll, akkor még az volt a kérdés, hogy egyáltalán ez a vasárnapi csúcs össze fog-e jönni, és alá fogják-e tudni írni a tagállamoknak a vezetői ezt a megállapodást, és úgy ilyen Spanyolországon sikerült Theresa May-nek megegyeznie. Ugyanakkor most a legnehezebb dolog, a brit parlamentnek is rá kell bólintania erre az egész megállapodásra. Ugye Theresa May pártjának, a konzervatívoknak nincsen meg a többsége, koalíciós kényszer van, a konzervatívokon belül is komoly a megosztottság, sokan ennél sokkal erősebb, sokkal keményebb megállapodást szeretnének kiharcolni az Európai Unióval. Tehát én azt jósolom, hogy nagy valószínűséggel ez nem fog majd átmenni a brit parlamenten, és egy elhúzódó további belpolitikai válság lesz majd a britek. De megmondta a brit külügyminiszter is tegnap, hogy ha nem megy át a parlamenten, akkor új megállapodás nem fognak tudni kötni Brüsszellel. Igen, és erre játszott Brüsszel is, tehát nem véletlenül mentek most bele ebbe a megállapodás tervezetbe viszonylag könnyen, tehát ugye a spanyolokat is sikerült meggyőzni. Mert azért nem volt olyan egyszerű a spanyolokat meggyőzni. Mert nem volt egyszerű, de azért sokan azt vártuk, hogy ez a vasárnapi csúcs nem fog összejönni, ugyanakkor mégis összejött, rábólintottak a tagállami vezetők, és Brüsszelben is tudják nagyon jól, hogy a briteknél azért ez a belpolitikai kérdés az még okozhat csomó problémát. Tehát jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a németeknek és a franciáknak, a brüsszeli vezetőknek az az érdeke, hogy egyfajta elhúzódó brit belpolitikai válság legyen, hiszen így lényegében az a elszakadás lesz, és olyan feltételek mentén lesz majd minden később, mint amit Brüsszel akar. Addig, ameddig az előbb említette a franciákat, úgy tűnik, hogy Macron népszerűsége egyre gyengül, legalábbis a hazai pályán, hisz látjuk, hogy mi történt a diadali árnyékában. Igen, tehát ez, amikor arról beszélünk, hogy milyen Európai Uniót akarunk, hogy a britek kiválását követően a nemzetállami Európát akarók, azoknak a tábora lecsökkent, hiszen Nagy-Britannia volt mindig is az elmúlt évtizedekben a zászlóvivője annak a politikai álláspontnak, amit jelen pillanatban is Magyarország képvisel. Tehát a magyar miniszterelnökezés mondta azt, hogy ez egy szomorú vasárnap, hiszen egy olyan tagállamot veszített el, egy olyan nagy hatalmat veszített el szövetségeseként az Európai Unióból, akivel tényleg mindig együtt tudott működni, kormányokon átívelő kérdésekben mindig együtt tudott működni a magyar kormány a britekkel. Tehát most lesz egy-két dolog kapcsán, de főbb irányokban igen, és most az lesz a kérdés, hogy melyik irányvonal fog majd tudni érvényesülni. Sokat beszéltünk arról, hogy az európai parlamenti választás az sorsfordító lesz, és ugye Emmanuel Macronnak a terve az elmúlt hónapokban mindig is az volt, hogy az Európai Néppártot megossza, azt akarta elérni, hogy létrejön egyfajta liberális pártcsalád majd a jövő évi európai parlamenti választás követően az Európai Parlamentben az ő vezetésével. És most akkor az ALDE-ba fog kerülni? Ez még nem tudni. Lehet, hogy az ALDE-ba, de nagy valószínűséggel egy újfajta formáció jön létre. És Emmanuel Macronnál látszódott azt, hogy ő... Ez már jó lenne tudni, hisz mindjárt itt van május. Azt később is még meg lehet majd oldaniuk. Itt látszott, hogy Emmanuel Macronnak az a célja, hogy az európai politikával leplezze a saját belpolitikai válságát. És ugye itt most mindenki az európai politikával foglalkozik, csak Magyarországgal szemben például, még ugye Magyarországon megvan a politikai stabilitás, a gazdaság rendben van, és a kormány az erős társadalmi legitimitással rendelkezik, tehát erre alapozva folytat egy komoly európa politikát, külpolitikát. Igen, már a Macron azt látjuk, hogy politikai instabilitás, alacsony támogatottság van belföldön, és ő ezt próbálja meg elleplezni ezzel a külpolitikai törekvéssel. Azonban én látom, nem is úgy látom olyan pillanatban, hogy ez egy kudarcos politika lesz, hiszen Emmanuel Macronnak Angela Merkel nélkül, egy erős német kancellár nélkül nincs esélye arra, hogy ezeket a uniós törekvéseket átverje. Ha már hazai belpolitikai stabilitásról beszél, ön nem látja annak az esélyét, hogy még az európai parlamenti választások előtt pár hónappal egy új baloldali formáció létrejön a Magyarországon, és így úgymond az ellenzék megszabadulna az MSZP-től és a DK-tól?
Az aprózódás az látható, tehát Márki-Zay Péter, Hatházi Ákos és a többi hasonló volt, mondjuk LMP-s vagy volt a szocialista politikus, azok mindig is gondolkodnak abban, hogy milyen mozgalmat, milyen formációt lehetne létrehozni. Tehát van arra esély, hogy az európai parlamenti választás megelőzően még új formációk, új pártok jöjjenek létre. És ami még érdekes, tehát a baloldali táboron belül ez már megszokott, hogy létrejönnek új formációk, tovább aprózódik a tábor, a tortát az tovább szeletelik. Ami érdekes, az a Mi Hazánk, tehát most a Jobbiknak megjelent egy kihívója, egyfajta alternatívája, és most a legfrissebb kutatás pont a Publikus publikálta, és már 2%-ot mérnek ennek az új pártnak, és lényegében ugyanazt látjuk most a Jobbik esetében, mint amit 4-5 éve korábban... Párt vagy még mozgalom? Párt, már párt. És ugyanazt látjuk most a Jobbik esetében, mint amit korábban, 4-5 évvel korábban az MSZP esetében is láttunk. Tehát én úgy hívom, hogy a Mi Hazánk az a Jobbiknak a demokratikus koalíciója, és hasonló folyamat fog végre menni. Ezt nem hiszem, hogy mindenki örömmel hallja eme ellenzését. Erre a héberben azt mondják, hogy Lavdil, Elef Havdalot, 1000 különbséget tegyünk. Mert... A politikai racionalitás, illetve a pártoknak a struktúrája nagyjából hasonló, és a történet is hasonló. Hát azért a világnézetük az nem világnézetük ugyanaz. Nem, arról nem beszélünk, de ugyanazt látjuk. Tehát az MSZP-ből is kiváltak politikusok, megalapítottak egy új pártot, és szépen lassan százalékokat hoztak el az egykori pártjuktól. Ugyanazt látjuk a Jobbik és a Mi Hazánk tekintetében. Akkor most lássunk egy általunk vélt abszolút mindentől független híradót, amivel mi ezt azért nem kötjük össze az egyiket, a másik, az egyik teljes, a másik pusos. Kedves nézőim, a pontos idő 8 óra, 8 órakor következik a mindentől független híradónk, egy igazi objektív híradón, nézzék ezt. Aztán jövünk vissza, a híradó után vendégeink lesznek dr. Gecse Géza, Kis Benedek József és dr. Latorcai Csaba. Tartsanak velünk! Doktor.